Bátaszék úszósportjának magas színvonalában és az itt élő gyerekek vízbiztonságának elérésében óriási lépést jelentett 12 évvel ezelőtt a városi úszoda átadása. A fent említett folyamatok akkor vették kezdetüket, hiszen egy majd minden igényt kielégítő infrastruktúra állt rendelkezésükre. Ám az idő, meg a klóros víz mindent kikezd, így a fürdőtechnikát és a medencéket sem kímélte. A koronavírus járvány sok hátránya ellenére pozitív anyagokat is hozott. Nevezetesen a kényszerszünet időt adott a felújításra. A bekövetkezett kényszerleállás miatt, ami már ugye március 16-ától tart, így az úszodába egyrészt ugye a munkaszervezési kérdések kerültek napirendre, mert az úszodánál az iskolások kiesése komoly bevételi forrás kiesést is jelent egyben. Megfelelő intézkedéseket kellett hozni a rentabilitás fenntartása véget, és alapvetően most lehetőségünk nyílt olyan karbantartási, felújítási feladatok ellátására, amelyek ugye hosszabb időt vesznek igénybe, mert az átlagos nyári leálláskor is sokszor a rendelkezésünkre álló idő azért korlátozta ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. Most ugye belevágtunk olyan feladatokba, a képviselőtestület biztosította az ehhez szükséges forrásokat, komoly munkálatok folytak több millió forintos értékben, a medencetereknek a felújítása, amely egy teljesen új fugázást jelent, ami hát a 12 éves használat alatt igen elhasználódott. És a nagymedencének a felújítása meg is történt, már azt gondoljuk, hogy teljesen megfelelő minőségben, olyan anyagokkal, amelyek a mai műszaki színvonalnak megfelelőek, és természetesen rendelkeznek a megfelelő minősítésekkel az úszoda technika alkalmazása terén. Mindez azt jelenti, hogy körülbelül 15 évre megoldódik a nagymedence fogázása. Az úszodatér mellett a kiszolgálógépészet is korszerűsödött. Több műszaki felújítási feladatot is elvégeztünk, mert ilyenkor szivattyúk felújítása, vízgépészeti berendezések felújítása, sőt elektromos berendezések, kisebb egységeknek a javítása, felújítása is megtörténik, és ez mellett még ugye az öltözők, a mellékhelységek, folyosók, az egyéb olyan rendszerek, amelyek egy sima falfestékkel vannak ugye felületkezelve, ezeknek a felújítása is folyamatban van. Azt gondoljuk, hogy most már ugye hallani híreket, hogy előbb-utóbb ugye meg kell nyitni. A kismedence az még várat magára, mert megfelelő alvállalkozó hiányában ott még folynak az egyeztetések, de a nagymedencével teljes mértékben a közönség rendelkezésére fogunk tudni állni. Gyakorlatilag nekünk csak egy héttel előtte kell tudjuk, hogy mikor nyitunk, mert a vízfeltöltés és a technológia beindítása ennyit vesz igénybe. És azt gondoljuk, hogy teljes körűen tudunk szolgáltatni. Nyilván az iskolásokra már nem számítunk, ugye, de ahogy a hírekből, illetve az emberektől lehet hallani, azért ki vannak éhezve már, hogy, és főleg jön a nyár, ugye, és bizonyos hát, helyzetek korlátozó vannak, úgyhogy bízunk benne, hogy az úszodára hát, lesz vevő. Úgy tervezzük, hogy az augusztusi leállás el fog maradni. Mert ugye most már eleve megcsináljuk azokat, megcsináltuk, és illetve meg is fogjuk a rövid időn belül azokat a feladatokat, amelyek az augusztusi karbantartási időszakhoz kapcsolódnának. A teljes költség az mindegy olyan 4,5 millió forintra fog rúgni, amelyet ugye nyilván a költségvetésünk ugye tartalmaz. Reméljük, hogy meglepetések nem lesznek, szoktam mondani, hogy a műszaki élet területén ugye ott is lehetnek meglepetések. Úgy nézzük, hogy jelen pillanatban tervezhető az összes olyan munka, amelybe most beleálltunk, és amelyet fontosnak ítéltünk meg. A bevétel kiesésekkel együtt jelentős energia megtakarítása is van az úszodát működtető Bátkommnak. 2 éve megtörtént az energetikai felújítás, amely műszaki egységek azért most már gyakorlatilag beálltak, jól működnek, teszik a dolgukat, és arra törekszünk mi, hogy az önkormányzatnak plusz költségeket ne okozzunk, Megfelelő intézkedéseket hoztam, és főleg a foglalkoztatás terén is tudtunk olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel jelentős költségeket csökkentettünk. Nem kellett elküldeni ember, de fizetés nélküli szabadság megoldását tapasztaltuk olyan esetekben, akiknek tudtunk, illetve ő tudott erre az időszakra más munkát keríteni, illetve átcsoportosítottunk. Mert ez a két variáció volt. Az uszodában a létszám, illetve a szakmai stáb az azért egy nagyon fontos tényező. A mi uszodánk évek óta, legalábbis ugye abban az elmúlt közel 5 évben, amióta én itt vagyok, tehát az összes hatósági ellenőrzésen kiválóan szerepelt. Mi nem nagyon szeretnénk engedni ebből a színvonalból, és ez nyilván az itt dolgozóknak az egyik érdeme. Az uszoda tehát rajta kész, és ha engedélyt kapnak a nyitásra, úgy a nyár folyamán már újra a vízszerelmeseinek rendelkezésére áll majd.